évvégi évértékelőre kértük Remete polgármesterét, Szatmári Gergelyt, és olyan szép pompás idő van, hogy itt a megújult önkormányzat épülete előtt beszélgetünk. Hát milyen évet zárt 2019-ben remete szőlős, melyek voltak azok a tervek, amikkel indultak, és ezekből mit sikerült megvalósítani? Minden évben tervekkel indulunk, és minden évben túltervezzük magunkat, de hogyha már a nagy része teljesül, akkor elégedettek vagyunk, vagy legalábbis lehetünk. Nagyon fontos számunkra, hogy minden évben valamennyit tudjunk előrelépni és előre haladni. Az idei év nagyobb fejlesztései mellett, legalábbis számunkra nagyobb fejlesztései, ugye az önkormányzat energetikai, politikai korszerűsítése és a Naputca, illetve a Halutca elkészítése sikeresen teljesült, illetve hát mint minden évben nagy erőkkel gyártjuk a különböző pályázatokat is, hogy a fejlesztések tudjanak tovább haladni, és nagy örömünkre két nyertes pályázatunk is van, a Kerékpárút pályázat, illetve a Magyar Falu programban a Sasutcai pályázat, úgyhogy azért is vagyunk vidámak és optimistábbak, mert hogy a jövőben is már tudunk tervezni ilyen típusú fejlesztésekkel. De még nagyobb öröm nekünk az, hogy azt látjuk, hogy szülős lakossága növekszik, és ezzel arányosan a különböző rendezvényeken való részvétel is növekszik, ami azt jelenti, hogy az a fajta közösségi szellem, ami kialakulóban szülősön, az a lakosság növekedésével nem csökkent, tehát az új beköltözők és fölveszik, hogy úgy mondjam, ezt a ritmust. Azt gondolom, talán ez a legnagyobb siker ennek az évnek. A leglátványosabb újítás vagy megújulás az pont itt van mögöttünk. Az önkormányzat nem csak az energetikai felújítása zajlott le, hanem hanem a külső homokzat is megváltozott. Milyen visszajelzéseket kapott a településen élőktől, mennyire elégedettek azzal, ami lett. Nagy sikere van az épületnek. Ugye annak idején, mikor a, nyilván a tervező vezérletével, de mégiscsak a képviselőtestettel dolgoztunk ezeken a terveken, akkor mindenképpen megpróbáltuk egy olyan arculatot kitalálni az önkormányzatnak, ami jelzi a, a, a település progresszivitását, a természethez való viszony de mégis egyfajta hivatal, de a hivatalnak a családias, vagy legalábbis emberi arcát jelenítse meg. Úgy gondolom, hogy ez jól sikerült. A falunapon avattuk fel az önkormányzati, megújult önkormányzati épületet, és a visszajelzések alapján nagyon pozitívek voltak a vélemények. Két választás is volt idén. Az egyik ugye még tavasszal az Európa Parlamenti Voksolás. Milyen volt ott a részvétel? Mennyire aktívak, hát külpolitikát tekintve is a helyi polgárok? Általában remeteszősön az országos átlagot meghaladó választási részvétel van. Ez most is így volt. Meg fogom visszaidézni a számokat, de biztos vagyok benne, hogy az európai parlamenti választáson is 60% fölött volt a részvétel, és ugyanez érvényes volt az önkormányzati választásra is. Meggyőző főlényel lett újra polgármester. És a képviselőtestület összetételében is maradt a régi csapat, jó részt. Jó részt maradt a régi csapat, annyi változás van, hogy mivel ezer főt meghaladta most már a településünk lakossága, ezért új képviselők is megérkeztek a képviselőtestületben ha mondhatom így, a, 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 mi csapatunk nyerte meg ezt a, a, választást, hiszen ez egy közös munka volt, csapatmunka volt, és amit nem győzők újra meg újra ö, hangsúlyozni, hogy a képviselőtestületben egyrészt megvan a rutin, hiszen van olyan képviselőnk, aki már 15 éve dolgozik ezen a területen, van három új képviselőnk is, aki a, a frissességet és a lendületet hozzák, és ö, nagy öröm számunkra, hogy két hölgy is most már benne van a testületben, tehát azt gondolom, hogy így még fogunk a években. A legutóbbi beszélgetésünkkor büszkén említette, hogy egy hókotróval bővült a település infrastruktúrája. A hó viszont nincs. Azért így is tudják majd hasznosítani a gépet? Nyilván, hát a hókotot alapvetően azért vesszük, hogy elijesszük a havat. Ez eddig Hát nem is azt mondom, hogy sikerült, mert ugye a decemberi havazás, december elejé havazás az már mindenképpen megmutatta a tél arcát. Nyilvánvalóan nagy szükségünk van erre télen is, de mivel egy olyan kommunális eszközről beszélünk, aminek különböző adapterei vannak, ezért azt gondolom, hogy ebből vagy ezzel a géppel már tudunk tovább lépni, tehát erre kefét, útkefét, vagy akár ágdarálót is rá tudunk illeszteni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt télen, nyáron aktívan használva lesz ez a teherautó. A jövő évnek melyek lesznek a legfőbb feladatai? Két nyertes pályázatunk van, ez önmagában már nagy feladatot jelent. Sasúca felújítását nagyon szeretném még nyár előtt vinni, ehhez. Ugye még kell tervezés, beszerzésnek a lefolytatása és a maga a kivitelezés. A kerékpárút pedig valószínűleg ősszel a vegetációs időn kívül lesz elkészítve, hiszen a Erdőben fog történni a útnak a kialakítása, illetve nem is kialakítása, hanem inkább úgy mondanám, hogy felújítása, és hát tiszteletbe tarva, sőt, respektálva a természetvédelmi érveket, mindenképpen erre az időszakra szeretnénk ezt helyezni. Ezek alapvető és fontos kérdések. A másik része pedig a dolognak, hogy nyilván ez nem annyira látszik, de a önmagában az, hogy egy települést üzemeltetünk, az meglehetősen nagy feladatokat igényel. Az erők nagy részét egyébként ez föl, és amit még mindenképpen szeretnék megemlíteni, hogy a polgármester úr Harold István, aki most a alpolgármester emetes nagyon szeretné a rendezvények sorát egy kicsit bővíteni, úgyhogy reményeim szerint közösségi rendezvények száma is nőni fog mi meg ott leszünk ezeken a rendezvényeken. Egyetlen egy személyes kérdést engedjen meg a végére, nem volt könnyű év, sok mindent teljesítettek, jut -e idő feltöltődésre, pihenésre? Általában az ünnepek azért vannak az ember életében, hogy megálljon, a családja körébe legyen, mondjuk így, hogy emlékezzen, vagy a baráti és rokoni kapcsolatokat újra meg újra ápolni tudja. Ha ezt kihagynánk az életünkből, akkor azt gondolom a munkára is kevesebb energia futna, úgyhogy azt gondolom, és ezt javaslom mindenkinek is, hogy a pihenést, a pihenés idejét, az ünneplést az a pihenésre használja. Ezt kívánom önnek is, és sikeres folytatást. Köszönöm, viszont kívánom.